Hallottad a híreket? Igen, miért? Volt véleményed a hallottakról? Hát azért volt, amin elgondolkodtam, de volt, amit nem bírtam ki nevetés nélkül. Mosómedvék raboltak ki egy oklahomai boltot. Hát, hallottál már ilyet? Hidd el, valamiről a hírszerkesztői stáb is tudna bővebben mesélni. Pontosan. És hogy ezt bebizonyítsuk, hetente érkezünk hírszerkesztő kollégáimmal vasárnap délelőtt 10 órától. És hogy mivel? Olyan hírekkel, amelyek a megszokottól eltérnek, és amelyeket különböző szemszögből megvitatnánk. És higgyétek el, lesz kacagás, érvelés, vita, de ami garantált, egy óra velünk a híresekkel. Nézd át a hírszekciónkkal együtt az online térből masolázott híreket, eseményeket, érdekességeket. Tarts velük! A mikrofonnál Ánkovács Noémi, Tokai Róbert és Somodi Solymos Eszter. Egy óra a híresekkel. Minden vasárnap 10 és 11 óra között a Paks FM-en. Visszatértem ezúttal kollégáimmal, úgy, mint... Hánkovács Noémi, sziasztok! Tokai Robi vagyok, sziasztok! És ahogy megszokhattátok az adásban követően, Somodi Solymos Eszter is visszatér. Egy kicsit szemezgettünk ismét az online térből, cikkekből, és igazság szerint alig bírtunk visszatérni, mert valahogy olyan jó hangulatban, jó kedvel érkeztünk meg a mai műsorunkba, hogy nehéz volt elkezdeni a beszélgetést. Remélem ugyanezzel a jó kedvel, jó hangulattal folytatjuk. Kinek milyen volt a hete, jött a szokásos kérdés, de talán konkretizálnám ezt Noéminél, aki lassan tényleg az utolsókat rúgja nálunk, és felmerül a kérdés, hogy tudjuk, hogy mivel fogsz foglalkozni a következő hónapokban, babaszoba, berendezés, egyebek, ezzel kapcsolatban milyen újdonságokat tudsz hozni, milyenek a trendek? Fie, ezzel kapcsolatban nem sok mindent tudok elárulni, mert én az egyszerűség híve vagyok, szóval minden babaszoba, bababútorárus réme én vagyok, aki a legegyszerűbb dolgokat kéri. Egyébként a hírekről tudok nektek mondani egy-két dolgot, mert elég sok minden történt a héten, például Biden fölhívta Putyint, meg a Schobert Norbi megmondta, hogy Auschwitzban amúgy se voltak dagadt emberek, úgyhogy a héten nagyon sok minden kiderült, de én csak egy dologra lennék kíváncsi, mi újság... Bidenen nevettem, jó? Bidenen nevettem. Mi újság a tópartokon, én csak erre lennék kíváncsi, hogy ennyit tudok hozzáfűzni a kérdéset. Robi, nálatok mi újság? Vette le amortizálva esetleg egy bútorral a nyaralóba, amit le kell cserélni? Jó, hogy ne tudd meg kanapégyártási és beszerzési projektben vagyunk, borzasztó. Tehát egyedi méretre kell legyártassuk, mert annyira speciális helyre kerül, és annyira kötöttek a méreteink, hogy gyakorlatilag nem tudunk más megoldást találni erre a dologra, nincsen. Gyakorlatilag olyan, ami méretben egyébként megfelelő lenne arra a helyre, ahova kitaláltuk, úgyhogy most... Hát egy ilyen buliba vagyunk. Nagyon el tudom képzelni, hogy te itt összetákolod. Ja, nem lesz összetákolva, hanem az egyedi méretre gyártatjuk, és akkor idejönnek, aztán Robi. Csak így lerakjuk. Ja, értem. Egyébként... El tudom képzelni magam egyébként bútorasztalosként is, persze, tehát minden további. Ennek is. Ennél sokkal érdekes... Eddig szakács volt. Júj, de csúnya vagy. Ennél sokkal érdekesebb lenne, tudod, hogyha mondjuk bevállalnám, hogy a textilborítást én helyezem el a bútorra. Na. Nekem az annyiból állna, hogy ráfekszek, és én lennék a textilborítás, tessék. Júj, egy Somodi Solymos Eszter kárpitos mestert. Abból nem sok minden jósül neki, de kíváncsian várjuk, nyugodtan küldjétek meg nekünk, kedves hallgatók, hogy ti most a bútorvilágban hogy álltok, és mik a tapasztalatok, mennyire nehéz berendezni az otthonainkat, és mielőtt valamelyikünk érkezne az első cikkével, most akkor építkezzünk egy kis dallamokkal. Tulajdonképpen Noémi fog érkezni? Hát ha azt mondja a főnök, hogy én érkezek, főni, mit mondsz? Na jó, hát akkor érkezel a Noémi, de most akkor egy kis zene. Egy óra a híresekkel. Minden vasárnap 10 és 11 óra között a Paks FM-en. Egy óra a híresekkel, és ahogy ígértük, Hánkovács Noémi érkezik cikkével. Már most nagyon bazsajog, úgyhogy előre tartunk tőle, hogy vajon 2 perc után lelőjük-e ezt a blokkot, vagy sem. Sanszos. Be fog indítani, van egy olyan sanda gyanú, már nem engem, hanem így alapból a cikkekkel. Igen, biztos vagyok benne. Na mondjad nekünk. Szomorú kutyás képpel kér bocsánatot az OMS, amiért mégsem havazott olyan sokan. Júj, ebbe már megint... Ezt hoztam nektek ebbe már. Ebbe már megint nincsen semmi személyes, ebbe már megint nincsen, ez csak objektíven tényleg. Maga a cikk ugye arról szól, hogy ugye a hét elejére nagyon nagy havazást ígért az OMS, csak hát az valahogy nem érkezett meg akkora mennyiségben, mint amire számítottak, és hát...
És hát végül is az történt, hogy ők úgy gondolták, hogy akkor valami vicces formában kérnek bocsánatot az internetezők népét. És hát nektek így megmutatnám, de az interneten megtalálják a kedves hallgatók is. Ez volt az a kép. És én sírtam a röhögéstől. Szinte megkönnyezem a cuki kutyust. Ugye? És rajta, hogy bocsássatok meg. És ugye ez egy komment lavinát indított el, és azért itt én nagyon jókat tudok nevetni, mert hát voltak olyanok, mint például a rendőrség, aki visszaírta nekik, hogy némi nyomozati tevékenység következtében mi azért foganasítottunk hótalálást, és akkor ott van egy kép, amin egy kis nyúlfarknyi hó részen áll egy rendőr. Ez zseniális. Esküszöm, én nem tudom, hogy mit csináltak az elmúlt pár évben a rendőrségnél, hogy kitaláltak ki egyébként, vagy nem tudom, új PR-osuk lett, vagy marketingesük, vagy kommunikációsuk, de valami zseniális egyébként, amit az online jelenlétben művelnek, tehát a szenzáció. Igen, egyébként a rendőrség. Egyébként nem ez az első ilyen komment cunamis szitu. Én tavaly könnyesre röhögtem magam az egyik áruháznak a Facebookos felületén megjelent az, hogy nem kell Svédországig menned, hogy egy jó húsgolyót egyél, és hát erre nyilván a mindenki reflektált, és olyan komment cunamik voltak, hogy sírtam a röhögéstől, én azt esküszöm meg is osztottam, tehát akkor egyből reflektált rá a bútor áruház is, akinél ugye húsgolyót lehet enni, igen, hogy valóban nem kell Svédországig elmenni, hogy jó húsgolyót egyél, de hát erre az összes áruházlánc, mindenféle maszek, fotósok, mindenki elkezdett reflektálni, és egy annyira jó vicces dolog sült ki belőle, hogy egyébként még egy évvel később is foglalkoztak ezzel, hogy mennyire viccesek vagyunk mi magyarok, úgyhogy így ezt hoztam nektek. Ha hiszitek, ha nem, a szerda reggelem nagyon kemény volt. Mondhatnám azt is, hogy ruhában aludtam el a munka közben, de nyilván nem, mert egyébként nagyon családbarát módon élek. És a reggel... Gondolom, neked a pizsamád is kosztüm, nem? Persze. De azért, jó, oké. Okay. Olyan vagy, mint a Barney Stinson. Engem mindig így kihúznak, tudod, a skatujából. Szóval, és a reggeli ébredésem során, ahogy nagy nehezen átértem a nappaliba, vagy lehet ott is aludtam, nem tudom. Tudjon, aludtál? A lakáson belül? A reggeli műsor nézve pont ez az úriember, aki ezt posztolta, őt invitálták be az egyik reggeli műsorba, és akkor igen, mondta nagyon boldogan, hogy ő ezt kirakta, mert vállaljuk, meg hát persze, kommunikáljuk, meg bocsáss meg, és ott is egy ilyen kis, hát nem kellemetlen beszélgetés, de egy ilyen cuki beszélgetés, igen, mert ha azt veszed a kommunikációba, korábban ez nem volt divat. Ilyenért mondjuk 20 évvel ezelőtt a főnök tarkon vágta volna, hogy ezt nem gondolhatod komolyan, mi ennél sokkal kockábbak vagyunk, meg komolyak vagyunk, meg izé. És látjátok, hogy a kommunikáció eljutott erre a szintre tulajdonképpen, hogy most már látják, hogy annyi az információ, annyira pörögnek az emberek az interneten, ha valami, hát most már nem furcsa szót használtam, valami bolondsággal nem állsz elő, akkor tulajdonképpen nem kapják fel a fejüket. És maga ez a dolog, hogy bocsánatot kértek, ez meg persze szép dolog, de attól még a gyerekek síró tekintetét nem felejtjük el. Gyerekek? A gyerekek síró tekintetét nem felejted el? Vagy az én síró tekintetemet nem felejted el? Jó, hát te azért valahol még gyerek vagy. Miért mondasz? Jól ilyen? Van. Na, egyébként ez szerintem zseniális, mert ha valójában egyébként a meteorológusok biztosra akarnának menni, akkor simán azt mondhatnák, hogy gyerekek, holnap mínusz 170 és plusz 200 fok között lesz valahol a hőmérséklet, és vagy rohadt nagy szél lesz, vagy nem, vagy rohadt nagy eső lesz, vagy nem, és egyes helyeken még hó is előfordulhat, mondjuk nem pont nálunk, de valahol. És ezzel egyébként simán kiküszöbölhetnék azt, hogy elszámoltathatóak lennének, érted? Tehát gyakorlatilag nem lövik bokán magukat. A másik, ugye a kooperálás napjainkban nagyon fontos, meg az együttműködés. Igen. Akár azt is kitalálhatnák, hogy így országosan, tudod, ilyen online jóslókkal összecsatlakoznak, és ma kapcsoljuk Tataványát, nézzük Kati Jós mit mond, és akkor érted, mondhatja, hogy hát én azt gondolom, hogy, és lő egy ilyet, mert ekkora köszönő viszony maximum a napjaink meteorológiai előrejelzéseivel. Amikor azt gondoltam, hogy hideg lesz és meleg kabátba indultam, mert tuti rám rohadt, amikor most el fog férni a szövet kabát, akkor viszont azt hittem, hogy oda magam alá vizelek, szóval vannak érdekes dolgok. Ezt én úgy köszöböltem ki, hogy a kocsim csomagtartójában egyébként napszemüveg, strandpapucs, úszónadrág,
téli kabát, fullover-áll, sapka, sál, kesztyű, minden bent van gyakorlatilag, tehát elindulok, és ki tudja, mi lesz, érted? És akkor lehet, hogy még itt mondjuk domboriban még zimankó van, meg mínusz 10, beérek Szekszárdra, 25 fok, a hajam még mindig tart. Tehát érted, hogy... De egyébként a kommentelőknek, ha lenne humorérzéke, és venné ezt a dolgot, hogy ez mekkora geg volt, igen. Én azt csinálnám, hogy amikor viszont bejön az időjárás előrejelzés, akkor lövök egy selfit az utcára, hogy köszi, ma jól öltöztem föl. Ja, tényleg, tessék, tényleg. Én nem nyilatkozok arról jelen állapotomban, hogy hol rohadok le, és hol fázok, úgyhogy nekem igazság szerint mindegy, hogy mit jósolnak az idő. Persze, nálad az egy helyben ülve percen belül megtörténik ez a két véglet, tehát ugye, nincs az, ez most egy ilyen időszak, noncsi, tehát csodális. Semmi probléma. Hát, akkor evezünk valami forró talajra. Ja, de tényleg egyébként most a télies vagy nyári zenét kérjünk. Hát. Na, majd kitaláljuk. Kérdezzük meg az OMS-t. Egy óra a híresekkel. A mikrofonnál Hánkovács Noémi, Tokai Róbert és Somodi Solymos Eszter. Most, hogy kellően felforrósodtunk itt a téli fagyokban, minuszokban, ami nem feltétlenül mindig fagy és minusz, mint azt megtapasztaltuk az idei télen is. Drága Róbert kollégánk, neked adom át a szót. Mondd, mivel érkeztél ma? Azzal az éledelmes momentummal érkeztem, hogy átadom neked a következő cikknek a felolvasási lehetőségét. Na jó, nem, csak viccelek, nyugi. Pedig már rögtön fogtam a kis készülékemet. Na, de halljuk. Tessék. Megijedtem. Örültem volna, hogyha én zárom egyébként így a blogsort. Úgy legyen. De nem, egyébként. Csak legyen kívánságműsor. Kicsit ilyen komolyabb témát hoztam, aztán akkor azért. Akkor csináljuk így, mert én tulajdonképpen nem komolyjal, nem komolytalannal, hanem valahogy az arany középen érkeztem a témámmal, és azt is hozzáteszem, hogy mindig jól esik, amikor egy ilyen dolog történik, mert mindig azt hiszik, hogy valami keménykező főnök vagyok itt a rádióban, holott csak egy nyambat vállalkozó. Na, az én cikkemnek a címe az, hogy ezért... Tehát a cikkem címe, ezért a magyar nyaraló hajóért rajong most a nemzetközi dizájn sajtó. Bene Tamás tervezett egy vizenúszó nagyon aranyos nyaralót, a csónakra pedig jó csalit tehetett, ugyanis a nemzetközi designer oldalak mind bekapták a horgot. A magyar építész álmodta meg a Tiszatóra ezt a nyaralóként funkcionáló hajócskát egy fiatal budapesti pár számára. A lakóhajóról a nemzetközi építész és designer fórumok legjava beszámolt, így a sneci, mert így hívják, finoman beúszott a nemzetközi vizekre is. Csak hogy lássátok, tulajdonképpen egy nagyon egyszerű csónak szerkezett az alja, és rá van építve egy ilyen tipikus... Kapsz egy sneci matlast. Hát ez nagyon aranyos. Nagyon egyszerű, mindennel föl van szerelve. A helyi halászhajókat alapulvevő kis csónakocska, hőkezelt fával megoldott tetőn, az oldalfalon és a kis dokkon kívül teljesen alumíniumból készült. Belsejében pedig egy francia ágyat és egy kis konyhát találunk. Azt hiszem, ilyen 20 literes víztartály az, ami még segíti ott a vízellátást. Na, de nem is olvasom végig, mert egyébként a gyönyörű fotók nagyon beszédesek, azt gondolom, érdemes rákeresni, és felmerült bennem a kérdés, hogy amikor majd újra lehet nyaralni, akkor ez egy tök ideális egyébként, mert ezzel tulajdonképpen bárhova mehetsz. Meg az a kérdés is felmerült bennem, ha én ezzel most szeretnék közlekedni, akkor ez nem minősül szálláshelynek, tehát én mehetek a Tiszatóra, nem? Szerintem mehetsz a Tiszatóra, persze, hát 8 előtt érj oda. Más gond nincs ezzel szerintem. Én ezzel nem vagyok tisztában, hogy mehetsz a Tiszatóra, de menj a Tiszatóra. Kirándulni legalábbis mehetek, és érdemes is a jó idő esetén egy kicsit hazánkat meglátogatni. De a másik, ami számomra nagyon érdekes, hogy mennyire kreatívak az emberek, mert amikor én még utazási irodában dolgoztam, akkor is számos olyan szállás helyet láthattam, ismerhettem meg, ha nem is feltétlenül fizikálisan, de tudjátok, hogy az esőerdőbe, a lombkoronába helyezték el. Igen, azok nagyon tetszenek nekem is. Igen. De Magyarországon is van ilyen és pontosan ezt akartam mondani, hely. Hogy vannak például ezek az ilyen felfújt kis házikók, a buborék. Igen. Tehát, hogy mennyire zseniális ötletek vannak. Olyat tudsz külföldről rendelni.
És tulajdonképpen az merült föl bennem, hogy amikor nyaralás lehet majd választani, és célokat kell keresni, akkor szerintem az emberek lehet, hogy a jövőben megint egyre jobban fordulnak az ilyen egyedi, nem a tömegturizmust pártoló lehetőségek közé, mert hát mekkora vagány, és hogy egy hajón ott laksz, ott csinálsz mindent, közben mit tudom, jön a turista, a orgász, az evezős, te meg ott élsz, egy kis gatyába ülsz a csónakot tetején, aztán elvagy. Mondjuk egyébként, ha az a kérdés, hogy mondjuk laknék-e egy ilyenbe, nem. De mondjuk egy hónapot se tudsz elképzelni, hogy ott töltenéd a nyaradat? De igen, csak nem magamnak. Tehát ergo nem. Ebbe kicsit kategorikus vagyok, megmondom miért. Mert oké, hogy mondjuk esetleg úgy kell elképzelni ezt, mint egy jó vízágyat, aha, de hát ízlések és pofonok. Én annyira nem. Uh-huh. Én annyira nem. Kicsit ez, én szeretem a azt lábam hiszik az emberek, hogy én például ilyen luxi mániás lehetek a nyaralásnál, de én ezt kipróbálnám. Én azt mondom, ha a Bene úr megkeresne, hogy na ide figyeljél, Eszter, te nagyszájú, nekem naponta jelentkezz innenbe, és próbáld ki az élményt, hát becsokiznátok, de bevállalnám. Engem ez nagyon érdekel. Persze, egyébként nem egy rossz sztori, nyilván nem, csak azért mondom, hogy én annyira mondjuk én nem favorizálnám az ilyet, hogy ott egész nap ringatózok. De a magyar virtus már megint, érted? Rólunk beszélnek. Persze, hát, persze, ez jó egyébként, hogy mondjuk tényleg azt mondom, hogy nemzetközi sikereket érünk el, azért elég sok magyar feltaláló van. Feltaláló, meg hát nagyon sok okos elme van. Azért több dologgal is jelen voltunk már nyilván ugye a nemzetközi piacon, de ez egy tök aranyos dolog egyébként. Noncsi? Hát én kipróbálnám, egy hónapot biztos, hogy nem tudnék ott eltölteni, mert én amúgy miután láttam a Titanicot, azóta félekedtem a történet. Ez most ilyen nagyon hülye hangzik, de tényleg. Tehát, hogy én nem tudom. Verőfényes, csodaszép napsütésben bármikor el vagyok a vizen, meg szeretem is a vizet, tehát így nem óckodok tőle, nincs víziszonyom, vagy ilyesmi, vagy nem vagyok rosszul a hajókon, vagy ilyen vitorlásokon. Mondjuk életemben egyszer vitorlásoztam, tehát nagy tapasztalatom nincsen, de nem vagyok rosszul tőle, de hogy olyan... Milyen jó egyébként az Andieknak, hogy a rádiónk az nem a Tiszató mellett van, mert én élből kitalálnám neki ezt a poént, hogy te Andi, figyelj, én beköltözök ebbe a csónakba, képítek ott egy stúdiót, és jöhetnek a vendégek. És akkor így meginterjúztattál őket, ahogy ott ingunk meg minden, igen, de meg lenne a maga bája. Az biztos. Meg biztos, a Paks FM hajó. Zseniális, de. És úszó stúdiónkban valahol majd egyszer csak kikötünk. Tehát így. Igen, és az is lehet, hogy közben elsüllyedünk, de hogy most ne süllyedjünk el, hallgassunk meg valami igazán pörgőset. Egy óra a híresekkel. Nézd át a hírszekciónkkal együtt az online térből mazsolázott híreket, eseményeket, érdekességeket. Nos, hát miután megvariáltuk itt a sorrendet, visszatértem kollégáimmal, Tokai Róberttel és Hán Kovács Noémivel, és hát most már csak egyetlen egy ember az, aki nem hozta a mai vagy a heti cikkét. Robi, te kérted, hogy utolsó szeretnél lenni, lehet, hogy azért, mert az arcunkra fogod fagyasztani a mosolyt, de ezek után kíváncsian várom. Mivel érkeztél? Hoztam egy cikket nektek. Ne! De! Nem eldöntedő, nem állatos, mindent ne. Előttünk, nem ingatlanos, nem ingatlanos. Akkor nem ingatlanos. Ez királyi család lesz, nincs mese. Kizárólag. Friss kutatás bizonyítja, márpedig a pénz boldogít. Hoppá! Gyerekek, 2010-ben azt állította két Nobel emlékdíjas kutató, a Princetoni Egyetem két közgazdásza, hogy a pénz boldogít, de csak évi 75 000 dolláros, vagyis akkori árfolyamon, mint egy 15 millió forintos éves bevételig és értékhatárig, a fölött nem. És hát cirka 10-11 év múlva ugye megismételték ezt a kutatást más gazdasági kutatók, és kiderült, hogy a fölött is tud boldogítani egyébként a pénz, hogyha annál több bevételed van. Egy körülbelül 34 ezer főt számláló kutatás során, mintegy 1,7 millió válaszadásból kalkulálták ki azt, hogy továbbra is tud boldogítani egyébként a pénz, hogyha 75 000 dollár fölött keresel évente, és a legnagyobb problémát az okozza, hogyha erre rágörcsölsz. Hogyha csak azért csinálsz valamit, hogy pénzt keresél, és hogy annyira meg akarsz gazdagodni, és annyira görcsösen akarod a nagyon sok pénzt, hogy az már sokkal boldogtalanabbá tesz, mint hogyha egyébként nincs annyi pénzed, vagy szegényebb anyagi körülmények között élsz. Kérdésem a következő. Titeket boldogít-e a pénz? Még mielőtt erre válaszolnánk, gyors kérdés, ez most jött ki? Ez most.
Na, szerintem ezt az újságcikkírót azóta keményen megruházták, hiszen napjainkban ezzel a kérdéssel foglalkozni, hogy valami fölött keresel, akkor boldog vagy, vagy boldogtalan, elég erős. Hiszen igen, eléggé sokan csődközeli állapotban vannak, vagy legalábbis masszívan gondolkodnak, hogy szép a kékestető, de lehet, hogy alulról is megnézni. Most pedig akkor érkezhet a kérdésre a válasz. Noémi, kezdtem még én egy kicsit leggadok. Én hasonlóképpen gondolkodok most erről, mint te, tehát ez szerintem most nem egy... Tehát ezzel most belenyúlt a cikkírója. Nem meg én is. Itt, meg te is, igen. Nem tudom. Tehát szerintem, hogyha az emberek azt mondják, hogy a pénz nem boldogít, azok hazudnak. Tehát mindenki pénzből él, és sajnos egy olyan világot élünk, ahol annyi inger ér, akár bármilyen kütyűvel, vásárlással, bármivel kapcsolatban, és versenyt akarsz tartani a másikkal. Ezt már egyébként, ha megnézitek, akkor a gyerekek között is abszolút, abszolút lejön, és ez a felnőtteknél hatványozottan így van. Tehát én azt gondolom, hogy igen, nagyon egy pénzorientált társadalommá váltunk, de én ebből a szempontból egy kicsit furcsa vagyok, mert én ilyen élményeket gyűjtős típus tudok lenni, meg én a legkisebb műtyűrnek is nagyon-nagyon örülök, meg bárminek nagyon-nagyon tudok örülni. Azt gondolom, hogy ha nagyon szentimentálisak szeretnénk lenni, akkor azokat az élményeket, amiket te az életed során kapsz, azt semmilyen pénz nem pótolhatja, tehát ergo mondhatjuk azt, hogy nem boldogít, de szerintem ezzel hazudok, ha azt mondom, hogy a pénz nem boldogítja az embert. Hát tulajdonképpen ez egy nagyon érdekes kérdés, mert én azt gondolom, hogy a pénz nem boldogít, de meg tudja könnyíteni az ember mindennapjait, hogy nyugodtabban éljen. Most itt gondolok arra, hogy én megszoktam egy bizonyos életszínvonalt, tök mindegy, most nem ez a lényeg, hogy én azt hova raktam be, de nem vágyok érdekes módon többre. Tehát én nekem nem kell nagyobb élettér, nem szeretnék nagyobb és luxusabb autót, nem vágyok magasabb összegű ruhákra. Tehát hogyha azt mondom, hogy ezen az életszínvonalon leélhetem az életemet, akkor nagyon boldog vagyok, és engem nem is tud zavarni, ha más többet keres, és nagyobb lehetőségei vannak, és jaj, már megint ott dubajozik, meg utazik. Engem ez a része nem zavar, és nem is szeretnék többet keresni, vagy többből élni, mert az lehet, hogy több problémát és gondot is okoz. Én egyébként azt gondolom, hogy nem feltétlenül van igaz a cikkírónak, mert szerintem van az az összeg, ami fölött már nem fog boldogítani. Elvakít, és boldogságot már nem találsz. Teljesen egyetértek veled. És teljesen az ellentétét vallom annak egyébként, amit a két kutató kimutatott. Jól mutatja egyébként tényleg azt, amit te mondtál, Noja, hogy mennyire pénzorientált társadalmat élünk. Ez sajnos ez ilyen. Viszont tényleg, hogyha belegondolsz, hogy van 100 millió forintod, kerestél még 20 milliót, boldogabb vagy? Nem. Szerintem nem. Én nem lennék, és itt jön ki a hatalmas különbség az életszínvonal és az életminőség között. Tehát, hogy életminőséget akkor élsz, hogyha szeretetben élsz, hogyha békességben, hogyha nyugalomban élsz, az egy sokkal jobb életminőséget mutat, mint az, hogy mondjuk designer ruhákban cseszel el egy csomó pénzt valami semmit mondó helyen, ami valójában egyébként nem is tesz boldoggá. Igen, abszolút, de azért itt nem szabad elfelejteni azt, hogyha te egy sokkal rosszabb életkörülmények között élő ember vagy, akinek kevés pénze van, vagy adott esetben nincs pénze, akkor nyilván arra vágysz, hogy neked több legyen. Tehát én arra gondoltam ennél, hogy a pénz valamilyen szinten igenis boldogít, és hazudik, aki azt mondja valamilyen szinten, hogy nem, hogy egyáltalán nem boldogít, mert könnyen mondja az, hogy nem boldogít engem a pénz, akinek van. Így van, így van. Egy tollig határon belül azt gondolom, hogy nagyon fontos, egy szint fölött már nem fontos, egy szint alatt meg a legfontosabb, mert mondjuk tényleg azt mondom, hogy aki nem önhibájából például utcára került, hajléktalan, elveszítette a munkáját, tényleg becsődölt egy vállalkozása, nem tudta fenntartani mondjuk tényleg az adott életvitelét, és akárki alól kicsúszhat, akármikor a szőnyeg, és gyönyörűen mutatja egyébként az elmúlt időszak, meg a jelenlegi időszak is, hogy bármikor bárkivel előfordulhat ilyen, annak hiába mondjuk, hogy nem boldogít a pénz, maximálisan igazad van, szükséges. Egy ponton túl már nem a szükség vezérli nyilván ugye az embert ebben a dologban. Persze. És azon felül pedig már, amikor már tényleg annyi van, hogy röhögve nem kell, hogy fejfájást okozzon a pénz, afelőtt már én szerintem nem tesz boldoggá.
Igen, tehát én is azt gondolom, hogyha nyilván azokat is, vagy azok azt mondanák, hogy de boldogít, akinek nincs meg a biztos otthona, nem tudja megfelelő módon ruháztatni, ellátni, és mondjuk elvinni egy egyszerű nyaralásra se a családját, az most igen, az most vitába szállna velünk, hogy azt mondjuk, hogy nem tesz boldoggá a pénz. Viszont azt gondolom, hogy mi szerencsések vagyunk, és ezt sose felejtsük el, mert szerencsére egyikünknek sem okoz ez jelenleg problémát, ezért legyünk hálásak, és tudjunk együtt érezni nyilván azokkal, akik viszont azt mondják, hogy hát örülnének, hogyha több pénzt keresnének, hát bízunk benne, hogy keresni fognak, úgyhogy minket sem állítson meg senki, úgyhogy don't stop me now. Egy óra a híresekkel. Nos, hát a nehezebb téma után még egy rövid időre visszatérünk, és hát január végét írjuk, gyerekek. Ha belegondoltok, egyszerűen hihetetlen, hogy az év 1/12 része már el is ment, és akkor jöhetne a kérdés, hogy az erre az időszakra tervezett céljaitokat elértétek? Nem tűztem ki, de egyébként majdnem. Nekem a héten kiderül. Ott na tessék. Ezen kapcsán nekem az első, ami eszembe jutott egyébként, az, hogy ha visszaemlékeztek a tavalyi januárra, a 2020-as januárra, a mémgyár az interneten olyan szinten indult el, hogy azt egyébként tényleg annyira hosszúnak tűnt a tavalyi január mindenkinek, hogy gyakorlatilag olyan mémek születtek, hogy atya úristen, hát az önálló 2020-as év az januárban lezajlott. Nekem a tavalyi év tűnt hosszúnak, az egész. Igen, de ebből a január hónap az borzalmasan hosszú volt. Igen. Állítólag. Én is úgy emlékszem, legalábbis igen, mondom, az internet az tele volt ezzel. Tele volt, és én vissza is sírom egyébként, hogy az a január olyan hosszú volt. Abban a januárban jobban élnék, mint napjaink januárjában. Azt mondjuk így adom. Jó, hát én azért így pozitívan tekintek a jövő felé, és mindjárt itt a február. Jó, tehát... nem azért mondtam. Csak hogyha most már véget ért a január, akkor mondhatom, hogy nekem az jobban tetszett. Az idei kevésbé. Bár nagyon érdekes, mert munka tekintetében meg tök örülök neki, mert étnappal lehet dolgozni, mert van miért, és vannak ötletek, kreatívak vagyunk, és hát még mi mindent meg tudunk valósítani. Hát noja, te meg aztán, igen, most mondhatnék egy... Nem mond. Kérlek, nem mond. Nem mond ki a száddal. Életed állását kezdheted meg. Mi is a dátum? Igen. Június vége. Hú, hát... Akkor lehet, hogy a rákhavában születik gyermeked. A barátnőm arra appellál, hogy az ő szülinapján szülessen meg, úgyhogy... Az tök jó pofa. A rák jegy egyébként egy állítólag nagyon sok szempontból nagyon-nagyon-nagyon jó jegy. Igen, és egyébként áruljuk el a hallgatóknak, hogy korábban volt egy cikk, amit olvastunk, és abból viszont kiderült, hogy a Noja és az én csillagjegyem viszont valami fertelmes. Nálam csak a Noja csillagjegye volt szinte rosszabb, úgyhogy... Kösz. Én pont fordítva tudom. Úgyhogy tulajdonképpen te meg szerencsés alkat vagy. Igen, a rák való a lista legelején végzett az első előtt, van még valami? Lehet innen jön a szólásmondás, hogy na elmehetsz a rákba, mert az egy jó hely. Hát ez teljesen. Nekem egyébként lehet. Haragudj, de a mémről és a februárról az jutott eszembe, hogy pont ma találkoztam egy olyan mémmel, hogy február a szerelmesek hónapja. Nem véletlenül ez a legrövid. Júj, ez igaz. Tényleg, aki valenti napkor jött össze, csak két hetet kibírjon, és már itt is a március mehet utána új párt keresni. Tényleg belelépünk a februárba, és jönnek a valentin napi érdekességek. Júj, de jó lesz tényleg. Online vacsora és társai. Na, hát nagyon szépen köszönöm, hogy ismét velünk tartottatok, és időt szántatok ránk, rám, és a hallgatókra is, úgyhogy elköszönöm a mai műsorvezetőtársam. Hán Kovács Noémi, sziasztok! Tokai Robi voltam, sziasztok, szép napot mindenkinek! És most már Somodi Solymos Eszter is elköszön. Egy óra a híresekkel! Nézd át a hírszekciónkkal együtt az online térből mazsolázott híreket, eseményeket, érdekességeket. Egy óra a híresekkel. Minden vasárnap 10 és 11 óra között a Paks FM-en.